De mi fog múlni a kétharmad, vagy egyáltalán kinek a kétharmada kin fog múlni? Nos, részben erről is fogunk majd beszélgetni a most következő elnök vendégünkkel. Fontos tudnotok, hogy az összes országos listát állító párt listavezetőjét elhívtuk, hogy adjon interjút a stúdiónkban, ezt eddig egyedül Márki-Zay Péter tette meg. A többi miniszterelnök jelöltek, illetve listavezetők nem éltek az interjú lehetőségével, így Gattyán György sem, viszont a Megoldás Mozgalom alelnöke, az országos lista második helyezettje elfogadta meghívásunkat, és itt van most velünk a stúdióban, úgyhogy köszöntöm is Huszár Viktort. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, köszönjük, jó, hogy meghívtatok. Látom a maszkot a karodra föltűzve, föl is fogod venni, vagy milyen jelzést akartál ezzel küldeni a nézők számára? Szerencsére nekem nem kell maszkot viselni, és azt gondolom, hogy ebben az országban, amikor nagyon sokan a rendszertől függnek, meg kiszolgáltatottak, akkor az üzenet az talán egyértelmű, hogy legyünk bátrak, itt az ideje levenni a maszkot. Oké. Több megszólásodban is kiemelted már, mennyire büszke vagy arra, hogy a Memo néhány hónap alatt képes volt nulláról egy országos mozgalommá, párttá szerveződni, és hogy meg tudta mozgatni jelentős számban a tagságot. Ez valóban egyébként egy érdemi beágyazottságot jelent a magyar társadalomban, tehát valóban mozgalmat sikerült építenetek, vagy csak egy politikai kampányt? Mozgalmat, mert azért az most már látszik, hogy országszerte van azért egy olyan pulcsi, amit szívesen viselnek az emberek, lehet, hogy most még kevesen, de én olyan sok, és nem minősítek más pártot, én más színű pulcsiba rohangáló embereket nem szoktam látni. Itt meggyőződéses emberek vannak, akik egy mozgalom természetéből adódóan az elején kevesen indulnak, de hát ilyen egy élet, ilyen egy mozgalom, és mi arra nagyon büszkék vagyunk, hogy a Megoldás Mozgalom azért a Google publikus adat, a Google Trends alapján a harmadik legnépszerűbb, ugye Gattyán Györgyre, ez egy publikus adat, az utolsó 90 napban a miniszterelnök úr és a miniszterelnök jelölt úr után Gattyán György és a Megoldás Mozgalom az, ami a legjobban foglalkoztatja az embereket. Ezek alapján milyen eredményre számoltok? Ugye azt lehet tudni, hogy a nagy közvéleménykutatók egyike sem mérte igazából a mozgalmat. Egyedül a század végnél merült föl, na bocsánat, a nézőpontnál merült föl az, hogy mértek benneteket, és ott 1%-ra taksálták az eredményeket. Te mitre számítasz vasárnap? Hány százaléka fogja a szavazóknak a Megoldás Mozgalomra x-elni a saját szavazatát? Ugye Google nyilván nem egy 1000 fős reprezentatív minta, azért az egész ország keresési szokásait foglalja magában, ez alapján mi 6%-on állunk, ez nyilván az, hogy kik érdeklődnek irántunk, de ez megtisztelő, köszönjük. Nekünk nincsen ilyen elvárásunk, hogy hány százalék, meg hány szavazat. Gattyán György korábban arról beszélt, hogy akár kétharmadotok is lehet. Ezt ugye félreértelmezték, tehát elnök úr azt mondta, hogy ha az a 2 millió ember, aki jelenleg nem megy átlagosan elszavazni, ha azt a 2 millió embert mi mind elérnénk, abban az esetben, akkor az elméleti, tehát hogy nagyon fontos kihangsúlyozni, az elméleti esély az megvan, hiszen megvan, ez matematika, de mi nem balondozunk, hogy akkor na most akkor hirtelen a 2 millió embert azonnal el lehet érni, akár el lehetett volna is, látjuk, hogy ennyi idő alatt mennyi ember az, aki kezd érdeklődni, de az 1 a 2 millióból koncepciónknál csak egy kérdés van, hogy mikor fogjuk ezt a 2 millió embert teljesen megszólítani, mert hogy megfogjuk, az biztos. Én azt látom, hogy ez már profi politika, hogy az elnök úr mond valamit, ami félreérthető, majd nem jelenik meg, és az alelnök magyarázkodik, ezt más pártok is így szokták csinálni. Azt szeretném kérdezni, hogy... Hadd pontosítsak. Nem magyarázkodunk, és nem politikusok vagyunk, üzletemberek vagyunk, diplomaták vagyunk, nemzetközi szakemberek vagyunk, és amikor ilyen pontatlanságokat kapunk, akkor pontosítunk. Most pont erre akartam rákérdezni, hogy nem politikusok vagytok, azt tapasztalja sok választó, hogy nem tudja eldönteni, mi jobb, ha a politikából jön a politika következő generáció, és megtanulja azt önkormányzatban, kisebb szerepkörökben, nem feltétlenül a fény előtt a politika szakmai részét, vagy ha kívülről jön. Ti mit gondoltok erről? Nektek előnyötök, vagy inkább hátrányotok, hogy nem a politikából jöttek? Mi azt gondoljuk, hogy ahova nem kell politikus, oda ne rakjunk politikusokat. Ugye ezt szokták szakmai, de mi inkább menedzser kormányzásnak gondoljuk ezt. Mi azt gondoljuk, hogy ez a 199 országgyűlési képviselő, amiből egy független képviselő van. Megnéztük az önéletrajzokat, írtunk rá egy programot, egy elemző programot. Sajnos nemzetközi versenyszféra tapasztalata gyakorlatilag 8-9 embernek van, de az is általában inkább politikai, Európa Parlament. Mi azt hisszük, hogy a verseny jobb teljesítményre ösztönöz, és ez nagyon
sajnos hiányzik a mai magyar politikából. A kegyekért kezdett folyni a verseny, míg amivel mi most megérkeztünk, egy olyan szemléletváltás történik, ami a közbeszédbe, a közbizalomba visszahozhatja azt a normális értékrendet, ami minden magyarnál már nagyon kezd hiányozni. Legyünk őszinték, ez a sárdobálás, ez a fröcsögés rendkívül unalmas, és Magyarország ettől nem lesz egy jobb hely. Azok az emberek, akik a Doklér cégcsoporttól érkeztek a mozgalomba, ők ezt saját elhatározásból tették meg, a mozgalommal való politikai szimpátiájuk miatt lépték meg, vagy volt esetleg bármifajta anyagi ösztönzi, adott esetben utasítás a cégvezetés részéről, hogy segítsék ilyen értelemben Gattyán György politikai építkezését? Köszönöm a kérdést. Azt hiszem, hogy a mi esetünkben az a motto az nagyon megállja a helyét, hogy a szabadság addig terjed, amíg nem sérti más szabadságát. Ha valaki nem hisz bennünk, akkor mi értelme lenne ő neki akár ráerőltetni azt, hogy na, most csinálni kell. Tehát természetesen nem erről van szó. Én a cégcsoportnál, a techbolttól kezdve rengeteg dolgot csinálok, és azt gondolom, hogy a mi felelősségünk az, hogy az egyetlen olyan magyar csoport vagyunk, akinek nincs függősége a rendszerben. Tehát ki, hanem mi? És amit szoktunk mondani, mikor, hanem most? Hát a mi felelősségünk ez. Kifejezetten azt mutatta be, hogy milyen típusú együttműködések vannak Gattyán György céges érdekeltségei, illetve a nemzeti együttműködés rendszerének különböző szereplői között. Tehát ilyen szempontból volt már bizonyíték arra vonatkozó, hogy van anyagi érdekeltség a rendszeren belül Gattyán György. Itt vagyok, kérdezzen, mert én mindegyikre tudok válaszolni. Az, hogy a sajtó mit hoz le, és mi a valóság és az igazság, fölmerül a kérdés, hogy Magyarországon a független média és a független sajtó az hogy van, meg mint van. Azért ne feledjük, én nekem volt a Telextől kezdve interjúm, és nagyon jól látható volt a teljes interjú, és nagyon jól látható volt az összevágott interjú. Az, hogy ez egy élő adás, itt nem tudunk semmit összevágni. Azért vállaltam. Én fölveszem az interjúkat pont azért, hogy ne lehessen eltorzítani. De itt is a kérdések, és nem megbántva, mert most beszélgetünk, néha úgy teszik fel a kérdést, hogy egy picit bele van a torzítás rakva. Mi ezt nem muszáj tudom. Így feltenni, ezt egyszerű választóként mondom, és nem ma vagyok csak újságíró itt a Marci mellett. Nagyon sokszor nem tudjuk eldönteni egy új mozgalomról, hogy higgyünk-e neki, vagy pedig azt lássuk, mert sajnos sok ilyen tapasztalat volt, hogy a választások előtt kifejezetten szavazat morzsolási céllal, akár bármelyik hatalmi csoportosulás segít bizonyos pártokat, új kezdeményeket, mozgalmakat létrejönni azért, hogy a másik blokk egységes szavazatait csökkentse. Ez egy létező technika a politika történetében, és itt állunk választóként gyanúsan, azért kérdezünk rá ezekre a kérdésekre, és ezzel tudunk tájékozódni, Techból szövetségben sok ember ott van onnan, ott van innen, hát akkor azt gondolja a választó, hogy itt van valami összefüggés. De ki van ott? Hát mondom akkor mindjárt pontosabban. Ugye a Techballban megtalálhatóak, tehát ugye egyrészt a magyar külügy számára egy nagyon fontos diplomáciai eszköz volt arra vonatkozóan, hogy építse a különböző kapcsolatait, lehetett azt is tudni, hogy kifejezetten anyagi ösztönzők is megjelentek a Techball népszerűsítése kapcsán, és hát több fotó is megjelent a nap, vagy napvilágot látott, amivel azt lehetett látni, hogy nagyon magas kormányzati funkcionáriusok is tesznek azért, hogy a Techball népszerűbb legyen, illetve hogy ilyen szempontból a Techballt minél több országba elvigyék. Tehát ilyen szempontból az összefüggés vagy az összefonódás azt lehetett látni a nyilvánosságban korábban is. Menjünk sorba. Tehát akkor először válaszolva arra, hogy megjelenik egy új mozgalom. Tehát ugye Magyarországon jelenleg arról szól ez a történet, hogy a Fidesz vagy nem Fidesz. Sőt, még talán ezt is mondogatják. Mi azt gondoljuk, hogy azt a kérdést azért föl lehet tenni, hogy a Fidesz vagy ki. És ha azt kimerem, és ki is kell jelentsem, hogy mi ugye nem hiszünk a jelenlegi kormányban, mert látjuk, hogy a fékek és ellensúlyok kiestek a rendszerből, de azért azt is hadd mondjuk el, hogy egy hétpólusú csapatban is nagyon nehezen tudunk úgy hinni, mert egyszerűen az emberi természetből adódóan mi itt hárman is nehezen egyeznénk meg bizonyos egyszerű kérdésekről, hogy milyen legyen a világítás, nemhogy esetleg hét akár jó barát is. Tehát ezzel is van némi fenntartásunk. Akkor viszont, ha van, akkor hadd legyen már jogunk, hogyha nem tudunk mi tiszta szívvel senkire szavazni, és de megszólítjuk... Hát nyilván azért indultok, mert nem tudtok azonosulni egyik tömbben sem. Igen, bocsánat, de hadd fejezzem be a gondolatot, mert ez fontos. Mit tud ehhez képest igazából adni a választóknak? Bocsánat, a gondolatot muszáj befejezzem. Tehát, hogy a 2 millió átlagosan ember, aki nem megy el szavazni, vagy kompetencia miatt, vagy mert már
apolitikus lett. Tehát elmondtuk mindenkinek, aki bizonytalan, még az is menjen el szavazni, és szavazzon az összefogásra. De ne kérjék tőlem egy 36 éves fiatalembert, hogy tiszta szívvel adjak le egy szavazatot olyanra, akire nem szívesen szavazok. Ez van. Én egy olyan alternatíva mozgalma egyik tagja vagyok, ami egyszerűen azokat szólítja meg, akik nem mennének el szavazni, vagy érvénytelen szavazatot adnának. Ezt értjük, mi csak azt nem értjük, ha szabad a saját szavaidat visszafordítanom, azt mondtad Fidesz vagy nem Fidesz, ezt kérdezzük mi is rátok nézve, egyszerű választó, ez most a Fidesz vagy nem Fidesz? És azt gondolom, hogy az eddigiek alapján minden szinten megválaszolunk, amikor konkrét kérdés van, hogy mi az, ami miatt a Fidesz? És akkor visszatérek a második részére, a tagból. Tehát ugye ez is egy olyan dolog, hogy feltaláltunk, vagy felfedeztünk valamit, ami egyébként most világszerte kezd szépen beindulni. Ez egy nagyon egyszerű ötlet, egy hajlított asztal, amin az emberek fociznak. Hát ezt ti fedeztétek fel? Vagy igen, ezt a Doppler? Mi hogy a Gattyán úr, Borsány úr és Jómaga. Mi vagyunk a fázi feltalálói, ez talán erős túlzás, mert igazából felfedezői vagyunk egy asztalnak, hogy hogyan lehet egyébként meggörbíteni. És nyilván sok munka van benne. És lehet, hogy ez egyszer olimpiai sportág lesz. Tehát, hogy azért értitek, itt arról beszéltünk, hogy az európai olimpiai játékokon már versenysport, Ázsiában, világszerte több mint 100 szövetségünk van. A mindenkori magyar kormány felelőssége, hogy az ilyen dolgokat támogassák. Ha a Rubik kockáról beszélnénk, akkor ugyanúgy az lenne, hogy ha Fidesz nyomja a Rubik kockát, akkor az ellenzéknek már nem tetszik, vagy az összefogásnak nem tetszik a Rubik kocka. Csak ugye Rubik Ernő nem indul miniszterelnök jelöltként a választáson, ellenben például ugye Borsányi Gábor, aki az alelnök igen, akit ugye te is említettél, mint a tagból egyik alapítóját, és hát hogy lehetett is látni például Moszkvában azt a látadókon Szijjártó Péterrel, Müller Ceciával, de beszélhetnénk Döbre Istvánról, aki jelölt, ifjúsági mozgalom vezetője, és közben a tagbólnak a keleti kapcsolatokért felelős vezetője. Tehát hogy itt azért olyan összefonódások vannak, amik joggal vetik fel szerintem azért a laikus szemlélőben azt, hogy van-e valóban függetlenségetek a Fidesztől, vagy inkább van egy anyagi érdekeltségetek a Fidesszel. Ugye megint sorba mennék. Tehát Borsányi Gábor, nem tudom, látja, hogy hanyadik a listánkon. Megnézték-e? Alelnöke a pártnak. Én értem, de nincs is rajta az országos listán se, ő egyébként nem is jelölt. Az, hogy alelnöke, persze, mert nekünk van egy barátságunk is. Mozgalmakat általában barátok indítanak, tehát ez a válaszom erre. Az pedig, hogy Döbrei úr egyébként egy rátermett sportdiplomata, aki bizonyított, hát kit indítsunk jelöltként, ha ott neki helyben van érzelmi kötődése, ott nőtt fel. Természetesen nem az volt, hogy muszáj ott indulni, megkérdeztük. És ő azt mondta, hogy ő szívesen beláll ebbe, hiszen miatta is csináljuk, az olyan fiatal emberek miatt. Az, hogy anyagi függőségünk legyen bárkitől ebbe az országba, megint csak. Ezt már megválaszoltuk nagyon sokszor. Én szívesen elmondom, hogy mondjuk a cégcsoport árbevételéhez képest mennyire marginális dolgokról beszélünk. Se nem akarunk nagyképűek lenni, se nem akarunk beképzeltek lenni. Mi céltudatos, határozott emberek vagyunk. Az, hogy Magyarországon egyébként ez egyenlőre a politikában hiány volt, hát ez azért van, mert a legtöbb üzletember az függ a politikától. Másként teszem fel a kérdést, ugye azt lehet látni, hogy a fideszes propaganda gépezet valahányszor politikai alternatíva képződik a Fidesszel szemben, nehéz tüzérséggel bombázza szét azt a politikai vezetőt, aki ezt az alternatívát fölkínálja. Na most Gattyán György korábbi üzleti tevékenysége és jelenlegi üzleti tevékenysége is azért, hogy mondjam, gazdagon kínálna a támadási lehetőséget a Fidesz számára, egyetlen lejárató cikk, egyetlen lejárató riport, egyetlen lejárató Facebook poszt sem született, sem Gattyán Györgyel szemben, sem a Memo mozgalommal szemben. Ennek mi lehet az oka, ha nem az, hogy a Fidesz úgy ítéli meg, hogy inkább hasznos számukra a Memo indulása, mint sem? Nem, köszönöm ezt a kérdést is. Szerintem ezt is megválaszoltuk korábban, de szívesen akkor megismétlem, hogy talán ők nem vesznek minket még komolyan. Ez az egyik. A másik, hogy azért csendben ők teszik a dolgokat. Én nem akarok megint csak senkit minősíteni. Mi tudjuk, csendben teszik a dolgokat, erre millió példát tudnék mondani. Mi nem, ez... De kettőt mondj csak azért, mert fontos lenne tudni, hogy ténylegesen kaptok bármilyen támadást, akár mondjuk a plakátjaitokat leszaggatják például? Hogyne, vannak ilyenek persze. Hogyne. Gattyán úr például személyesen élt át a gazdasági birodalmával kapcsolatos fenyegetést vagy támadást, hiszen az elmúlt években, évtizedekben láttuk, hogy a mindenkori hatalomnak egy eszköze akár az adóhatóságon keresztül, akár bizonyos parlamenti rendelkezések, szabályzók, monopól rendszerek kialakításával, tehát azért Simicska úrtól
kezdve komoly vállalkozókig, Spéder úron át, még Csányi úrnak is néha össze kellett csapnia a bokáját, hogyha a miniszterelnök úgy akarta. Bizonyára meglennének az eszközök, hogy Gattyán Györgyöt, mint üzletembert kellemetlen helyzetbe hozzák. Volt erre példa? Ugye nyilván a mi cégcsoportunk az egyik legnagyobb adózó ebben az országban, és azt gondolom, hogy az normális, hogy folyamatosan az ilyen nagy adózókat azt a hatóságok vizsgálják, mi hiszünk a transzparenciában. Tényleg is így van, mert ugye azt lehetett hallani, hogy pont amiatt kvázi vonult ki a cég Magyarországról, hogy pont ezeket a vegzatúrákat el tudja kerülni. Most is vannak folyamatban levő vizsgálatok, ugye vannak, ami Európai Bíróságon lévő folyamatban levő ügyek, tehát folyamatosan. Tehát továbbra is Magyarországon adózik a cégcsoport? Van, hogy nem magyarországi adózás, van külföldi adózás, tehát ahhoz, hogy nemzetközi cégcsoport legyünk, ugye azért volt fontos ez a luxemburgi költözés. Mi azt gondoljuk, hogy szuper lenne, és erről is szól a programunk, hogyha Magyarországon egyébként a hozzánk hasonló cégcsoportok, azok egyébként konzisztens rendszerrel találkoznának. Ugye feltesszük a kérdést, hogy miért van az, hogy mondjuk a Logmin, a Ustream, a Prezi, vagy akár a Dokler többségében külföldön, külföldi munkavállalóknak ad munkát, miért nincs hazahozva ez a majd 10-15 ezer munkahely, a multiplikális adóhatás miatt itt fogyasztanának, itt nőne a gazdaság, és ugye mindig mondjuk az IVIV példáját, hát az IVIV a Facebook, hát hogy lehet, hogy egy IVIV az gyakorlatilag ma nem 70 ezer embernek ad munkát, mint a Facebook, miért nem itt adóznak, itt ezer milliárdokról van szó. A mi magyar szilícium völgy gondolatunk, és az, hogy válaszolunk az egyetlen egy olyan kérdésre, ami ezt az országot előrébb mozdít, hogy hogyan lesz pénze Magyarországnak, hát ez az, amit mi hiányolunk a politikusoktól. Ezt mint érdeklődő férfi kérdezem, hogy a munkahelyek hazahozása, az mondjuk itt a Life Jasmine esetében jelenteni azt, vagy ezek az ilyen típusú szolgáltatásnál, hogy jöjjenek haza és itthoni ingatlanokból közvetítsék magukat azok, akik ezt kívánják csinálni? Kedves a kérdés, ugye a mi technológiai cégünk, az gyakorlatilag egy streaming technológiára épül. Azt gondolom, hogy a teledoktrínától kezdve mindenre olyan megoldást tud ez nyújtani. Itt azok a szakemberek, IT szakemberek, akik ilyen fejlesztéseket, ilyen technológiákat tudnak kifejleszteni, ők azok, akik közvetlen munkatársaink, és akik egyébként tehetséges magyar emberek, és akik egyébként gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt tudnának Magyarországnak egy szolgáltató és önfenntartó államot kiépíteni, pont azért, mert mi már látjuk, hát megint csak 30-40 millió embereket szolgálunk ki naponta. Azt gondolom, hogy ilyen rendszereket, ilyen rendszert nem sokan tudnak felépíteni, főleg nem olyan országból, ahol egyébként adottságunkból adódóan ez azért igazi siker. Az orosz agresszió nyomán kirobbant ukrajnai háború nyilván mindenkit váratlan helyzet elé állított. Putyint agresszornak tekinti a memo? Igen. És ehhez képest mi nem kommunikált erről Gattyán György? Tehát azt lehetett olvasni, hogy ő a békét nagyon fontosnak tartja, de Putyinról és az ő meghatározó felelősségéről a háború kirobbanásában nem nagyon lehetett hallani memo részéről semmilyen hivatalos nyilatkozatot. Mert mi a békéről kommunikálunk. Mi írtunk egy dalt a békével kapcsolatosan, mi a csendben segítettünk, de célba juttatva azt, hogy mi szükséges, mi azokkal vettük fel a kapcsolatot, akikkel közvetlen lehet. Ugye az ország egyik legnagyobb adakozója Gattyán György, nekünk ebben van tapasztalatunk, és azért tudjuk, hogy mikor, hogyan, mit kell segíteni, egyébként ezt megtettük. Mivel nem politikai haszonszerzés miatt csináljuk, ezért én nem is akarok erről bővebben beszélni, aki gondolja, nézzen utána, jelentőset segítettünk, ha adatokat mondanék, talán összegben még többet is, mint akár mondjuk a fővárosi önkormányzat. Ez dicsérendő és elismerendő, bocsánat, csak egy kérdés még, de úgy ugye felvetődik az a kérdés, hogy nem azért tartózkodtok-e Putyin nevének az említésétől, mert például neked magadnak is Rahim Kulovaikkal igen komoly üzleti érdekeltségeid vannak, ugye itt a lángépgyár területén építendő irodakomplexum az, amit föl szoktak vetni, hogy az egy igen komoly ingatlanfejlesztés, és hát ugye a Rahim Kulov családról azt is tudni kell, hogy egy nagyon komoly közvetítő Magyarország, illetve Oroszország között rendkívül komoly érdekeltségek vannak a MOL-ban, az OTP-ben. Tehát van-e esetleg amiatt tartózkodás a putyini rezsim bírálatától, mert üzletileg érdekelt vagy egy putyini rezsimhez közel álló Magyarországon élő oligarcha üzleti sikerében?
Hát 2 perce kérdezted meg, hogy agresszornak tartjuk-e Putyint, és mondtam, hogy igen, hát ez nem tartózkodás. Ez megint egy ilyen kiforgatás a dolgoknak. Nekem a Ruszlan Remklov barátom, az, hogy nekünk nemzetközi üzleti kapcsolatunk vannak, és ráadásul ő magyar. Tehát azért ez is egy olyan, hogy na, ő orosz. Hát ő itt nőtt fel Magyarországon, beszél magyarul, van magyar útlevele. Ennek nincs értelme. Annak van értelme, hogy az egy nagyon jó példa, amikor a főváros, a kerület, aki egyébként MSZP-s kerület, és a kormány, mind a három azt gondolja, hogy ott az egy jó fejlesztés, és az rengeteg munkahelyet fog teremteni. Hát mi tudunk pénzt termelni az országnak? Egy újabb ékes példája ez. De nemzetbiztonsági szempontból nem jelent kitettséget, mondjuk például kifejezetten ebben a két nemzeti stratégiai vállalatban, mondom még egyszer, az OTP-ben és a MOL-ban lévő érdekeltsége Rahim Kulovéknak? Ugye ezt nem tőlem kell feltenni ezt a kérdést. Hát a kormányzásra készültök. Kérdezem, hogyha esetleg kormányváltás lenne, és ti lennétek a kormány, akkor ezt például kezelnétek-e, és nemzetbiztonsági kockázatként kezelnétek-e? Hiszen ezek publikus részvénytársaságok, és ez a olyan benyomás, vagyis olyan többségi tulajdont nem érint. Azt gondolom, hogy mivel a tőzsdén vannak, ezek megtekinthetőek. Ha nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, akkor azt már rég meg kellett volna mindenkori kormánynak vizsgálni. A válaszom egyébként, hogy nem. Lehet, hogy meg kellett volna, de ugye pont a külügyminisztérium példáján látjuk azt, hogy hiába tudtak is akár arról, hogy orosz szolgálatok átkutatják az e-maileket, átkutatják a biztonságosnak hitt adatokat, mégsem tettek semmit azért, hogy ezt meg felszámolják. Tehát, hogyha jelent is esetleg nemzetbiztonsági kockázatot, akkor a magyar állam láthatóan nem fogja ezt tematizálni. Ezért kérdezem, hogy egy esetleges gattyán kormány hogyan kezelni a Rahim Kulov család tulajdon részét a két legfontosabb nemzeti nagyvállalatban? Mi nem fogunk soha a magántulajdonba beavatkozni. Tehát az, hogy tőzsdén levő cégeknek a tulajdonosi szerkezet, ami transzparens a tőzsde miatt, ez nem jelent semmilyen kockázatot. Az, hogy egyébként a sajtó, az orosz ilyen kém, meg orosz informatikai támadás hogyan állítja be, én informatika szakemberként azért mindig objektívebben látom a dolgokat, megint csak nem a mi dolgunk ezeket minősíteni, azért a valóság az nagyon messze áll attól, amit lehoz a sajtó. Ne és nem a kormányt védem, senkit nem védek, én az informatikusokat védem. Kívülállóként ez most már olyan ez a beszélgetés egy kicsit, mint amikor egy újságíró vagy államtitkárt kérdez, kezdenek olyan válaszaid lenni, amelyek így távolítanak. Én az nyilvánvaló, hogy az üzleti életben van tapasztalatotok, van sikeretek, az is látszik, hogy van egy beágyazottságotok a magyar és a nemzetközi üzleti életben, személyi szinten is, és céges kapcsolatok szintjén is. De a választókat bizonyára az is érdekli, hogy milyen tudásotok vagy tapasztalatotok van mondjuk a szociális szférából. Magyarország problémái nem csak ezek, amikről eddig beszéltünk. Itt ezek szegény... egyáltalán nem problémák, eddig itt... nem kérdeztetek semmit. Itt szegény és éhező cigáncsaládok vannak Borsodban, itt munkanélküliség van, itt iskolába étkezés nélkül elmenő gyerekek vannak. Ezekről a gatyán csapat tud, vannak olyan kollégáitok, szakembereitek, akik ebből a világból érkeznek, nem pedig a céges világból? Hát amit mondtunk, tehát a memo.hu per felhívás alatt megtekinthetőek a programpontjaink, mi a szociálistól kezdve az oktatásig minden pontra már publikáltuk. De kik azok a szakemberek, vagy azok az emberek, akik ezeken a területeken esetleg dolgoztak már évekig, akik ezt a programot csinálták? Ott vannak a szakmai bizottságaink, ugye, sőt itt a Partizánban még volt is egy, és nagyon örülök neki, hogy a Nőjogi Bizottság miatt volt is egy nagyon érdekes beszélgetés, ahol kiderült, hogy gyakorlatilag rajtunk kívül sohasem egyik párt meg se kérdezte a nőjogi vezetőket, még meg is meglepődte, úgyhogy meg is szeretnénk köszönni, mert azóta a nőjogi bizottságunk tagjai nőttek. Tehát nekünk szakmai bizottságaink vannak, az egészségügy, az oktatási, ugye a szív, ész, bátorság, egészségügy, oktatás és a gazdaság, ez a fő alappillére, mert a szegénységet azért a nap végén úgy lehet felszámolni, hogyha az országnak van elég pénze, hogy ezeket a programokat beindítsa. Ugye nem halat kell adni az embereknek, hanem halászni kell őket megtanítani, és azt gondolom, hogy erre ebben az országban kevés ember képes. Mi már bizonyítottunk, hogy sikeres cégeket, cégcsoportot építünk, nekünk megvan a kompetenciánk, hogy ebből az országból tényleg gazdasági alapon jól működő országot csináljunk.
nem kell messzire menni, Ausztria itt van 300 kilométerre, sajnos az osztrák egyfőre jutott GDP az nagyjából 50 ezer dollár per fő, a magyar az meg 16-18 ezer, de mindig az észt példát mondjuk, egy posztszovjet utódállam, Észtország, ott 2006-ban egy olyan vezetés jött, aki a digitalizációra átállította az országot. Nekünk tényeink, adataink vannak, az, hogy a GDP 2%-ot növekedett azonnal, 5 év alatt bevezették az eurót, sorolhatnám, meg lehet nézni, mi tudjuk a dolgunkat. Említett, hogy Ausztria 300 kilométerre van, most már sajnos Oroszország is. Mi a véleményetek arról, hogy ez a fő kérdés ma Oroszország tekintetében, NATO segítséget nyújtsunk-e, Magyarországnak kellene fegyvereket küldeni akár másik országunk keresztül, vagy adott esetben kellett teljesen fegyelmezetten betartani mindent, amit a NATO Ukrajna megsegítésére nyújt? Elmondtuk, hogy nekünk a béke az mindenek feletti, tehát elítéljük azt, ami történik Ukrajnában, ez nem lehet kérdés, tehát az ember élet az mindig első. Az, hogy mi a NATO tagsággal és az EU tagsággal járó kötelezettségeinknek megfeleljünk, az a megoldás mozgalom számára egyértelmű, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ezt fenn kell tartani. Ezek a szövetségek, ezek azért jöttek létre, mert ugye a NATO 5-ös cikke alapján ez egy védelmi szövetség. Tehát ennek megfelelően kell, az, hogy egyébként Magyarország a GDP-nek arányosan azt hiszem 2-3%-át költi erre a NATO előírás alapján. Ezek olyan kötelezettségek, amiket hol betart, hol nem tart be az ország. Mi azt gondoljuk, hogy a NATO tagságunk, és ahogy látjuk az 1997 óta csatlakozó NATO tagokat, bizonyára önök is, vagy ti is láttátok, meg ugye 99-ben Magyarország, ez jól mutatja azt, hogy ez a szövetség hogyan, meg miként alakul, formálódik. És akkor egy záró kérdés, mit gondolsz arról a elméleti forgatókönyvről, hogy a memo mondjuk 4% körüli eredményt érne el, ami rendkívül jó lenne egyébként egy ilyen frissen alakult formáció számára, de pont emiatt egyébként meghiúsulna a kormányváltás. Mit gondolsz erről? Elmondtuk, hogy azzal, hogy mi indultunk, Magyarország már hatalmasat nyert. Hogyha ránk szavaz 100 ember, senkit sem zavart ez az egész történet. Elmondtuk azt is, hogy olyanok, akik bizonytalanok, azok kérjük szavazzanak az összefogásra, aki hisz a Fideszben, szavazzon a Fideszre. Mi azokat kérjük, hogy ránk szavazzanak, akik nem mennének el szavazni. Akkor 4%-kal több ember ment el szavazni. Ennek viszont van értelme, és azok az emberek pedig hangoztatják magukat, ők fölveszik a memós pulcsit. Fiatalos, lendületes, szemléletváltó, ezek vagyunk mi. Folytatjátok a politikai munkát a választások után is? Persze, hogy folytatjuk. Tehát akkor lehet készülni akár arra, hogy európai parlamenti választásokon, akár önkormányzati választásokon, ezeknek majd a következő években találkozhatunk a memóval? Azt gondolom, hogy az elmúlt 3 hónap alatt mi bebizonyítottuk, hogy nekünk nem 10-12 vagy 32 év kell ahhoz, hogy izgalmasak, kreatívak legyünk, akár most város szerte is láthatóak, hogy milyen csöpnyi kreativitással rendbe lehetne rakni az országot. Partizán a műsor neve, mérsékelt, szabad elvű a memo, de azért az jól látható, hogy itt az elmúlt időszakban a kampányok, és az összes kampányra gondolok, az a kormány és az összeellenzék meg mindenkire, a miénkre emlékezni fognak. Hát kellene egy kis kreativitás ebbe az országba, itt rendet lehetne tenni, kell hozzá kompetencia. 2022 nyarán hogy fogják hívni Magyarország miniszterelnökét? Én ilyeneket nem szoktam minősíteni, meg satszolgatni, nem tudom. Tehát nem tudod kimondani azt, hogy Gattyán Györgynek? Megint csak ez kiforgatás. Nem tudjuk, hogy fogják hívni, hiszen most lesz a választás. Hát egy informatikustól ne kérje, ez nem... A politikusok szoktak ilyen varázslatos szavakat használni, meg jósolgatni. Mi nem ilyenek vagyunk. Huszár Viktor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseinkre. Köszönjük. Minden jót neked. Én köszönöm, sok sikert mindenkinek. És azt egyébként meg ne vidd el magaddal, mert én politika alkoholistaként gyűjtöm az ilyen politikai rekvizitumokat, úgyhogy azt nagyon szívesen megtartanánk majd azt a maszkot. Úgyhogy ha lehet, akkor az öltözőbe tedd le majd. Igen, akkor most, hogy így ugye be akartam még jelenteni, hogy ugye mindig van ez, hogy akkor NER, nem NER, hogy például itt a Partizán, ugye itt van ez a volt harisnyagyár, nem tudom, tudjátok-e, másfél hete én megvettem ezt, akkor
ti a Megoldás Mozgalom épületébe csináltok műsort? Hát akkor ezek szerint igen, akkor jól tudom, akkor mostantól tőled béreljük, ezt jól értem, ezt élőadásban most akkor ezek szerint a tudomásunkra hoztad. Érted, tehát akkor ez most NER, nem NER, és... Mi nem veled szerződtünk, az egészen biztos, de ha ezek szerint eladták a fejünk fölől a tulajdonos az család, akkor ECI eladta mi is ennek megfelelően készülünk. Érted, de akkor most csak hogy reagálva, akkor most innen el kell menjetek? Hát majd ezt te megmondod, ha te vagy a tulajdonos, akkor majd megmondod, hogy elmegyünk vagy nem megyünk el, nekünk van egy határozott szerződés. Itt a maszk, nyilván április 1, tréfáltam, úgyhogy köszönjük szépen. A maszkot köszönjük, a hírt is köszönjük, majd a vezetőség a Partizán részéről felveszi akkor a kapcsolatot az új tulajdonossal. Csak tréfáltam, április 1 van. Legjobbakat. Ennyi belefér, köszönjük szépen. Szervusz, minden jót. Minden jót.